Egy különleges helyszínről köszöntöm a szentesi és térségi nézőinket, helyszínünk Ópusztaszer, a Nemzeti Történeti Emlékpark, ahol a Szent Mihály napi forgata közepette felavatásra került a Nemzeti Összetartozás emlékműve. Az ünnepségen részt vett Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor úr. Köszöntöm Önt! Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a szentesieket! Nézőinknek mondanám, hogy egy turulról van szó, amely felavatásra került ma. Mit jelent ez, mit jelképezhet, vagy ez a nemzeti összetartozást, mit, hogyan mutathatja nekünk? Van egy remek szobrászunk nekünk magyaroknak, mert ez Péter úrnak hívják. Nem az első ilyen szobra, bár ekkora méretben még nem láttam alkotását. És ő rendszeresen ezt a magyar ősi jelképet, a turult szokta megformázni, és valamikor talán 2 évvel ezelőtt került elénk egy olyan javaslat, hogy itt a emlékparkban is szeretnének egy ilyen szobrot rendelni és felállítani, és aztán némi vita után el is nyerte a terv végső formáját, és azért jöttünk ma össze, hogy megünnepeljük, hogy a művész úr elkészítette az alkotását, amit aztán föl is állítottak. Szerintem díszére válik a nemzeti parknak, vagy a nemzeti emlékhelynek, úgyhogy csalogatom a szentesieket, hogy jöjjenek el és nézzék meg. Én amikor készültem erre a beszélgetésre, nyilván ennek is van egy időkorláta, én azt gondoltam, hogy sok apró kérdést nem tudunk átnézni, ezért inkább globálisan lennék kíváncsi az Ön véleményére a különböző témakörök kapcsán. Hát, hogy kedve tartja, legyen úgy. Legyen így. Tehát először is kezdjük. Hatalom és demokrácia, kommunikáció. Nyilván a Fidesznek fontos volt évtizedekre visszamenőleg is párbeszéd az emberekkel, az állampolgárokkal, velünk, és talán könnyebb így megérteni a mindennapokat. Kétharmada parlamentben döntések sokasága, amely a hírekből találkozik velünk. Ön hogy látja a párbeszédek alkalmával a hatalom kérdését a parlamentben és az emberek körében? Hát nekem a közfelfogástól eltérő gondolataim vannak a hatalomról. Ha van egy kis időnk, akkor szívesen elmondom ezt önnek, hogy mit gondolok én erről. Talán, hogy miért azt gondolom, amit annak a megértéséhez hozzásegít bennünket, hogy azért 1988-ban a Fideszt mi 38-an alapítottuk. És onnan jutottunk el az emberek támogatásával egyébként. Mindig az emberekkel való együttműködésnek köszönhetően az ő bátorításuk és szavazataik eredményeképpen oda, hogy 2010-ben 2/3 kapott az a politikai közösség, amit én vezethetek. Most az én fölfogásomban a hatalom az egyeztetett cselekvésnek a képessége. Tehát a hatalom nem a hatalmat gyakorlóról szól, hanem arról, hogy van egy közösség, amely ahhoz, hogy föl tudjon emelkedni, vagy akár csak meg tudjon maradni, hogy boldogulni tudjon, időnként szükséges, hogy egyeztetett cselekvést hajtsa, közösen lépjen föl. És a hatalom az a képesség, amelyen rá tudjuk venni az embereket, hogy közösen csináljunk meg, együtt csináljunk meg valamit. Ez a képesség, a hatalomnak ez a képesség, ez lehet egy jogszabály, mondjuk törvényt alkotunk, amely megmondja, hogy mit lehet és mit nem. Vagy egy alkotmányt, amely kimondja, hogy minek érdekében kell működnie Magyarországon az intézményeknek. Vagy, de lehet nem erő és nem jogszabály, hanem csak szó, ahogy ön mondta, kommunikáció. Kiállunk az emberek és azt mondjuk, hogy emberek, ez a helyzet, ezt és ezt kéne csinálnunk, ki az, aki vállalkozik rá. Én ezért indítottam meg a nemzeti konzultációk rendszerét is, ami teljesen ismeretlen volt korábban Magyarországon, mert az volt a fölfogás, hogy van egy választás, 4 évre megkapta a hatalom úgymond a főhatalmazását, kormányozzon, aztán majd 4 év múlva megint lesz egy döntés. És én szerettem volna elérni, hogy az emberek ne 4 évente egyszer törődjenek az országukkal, ne 4 évente egyszer tudjanak bevonódni a közös ügyekbe, és ezért több konzultációt is megindítottam az alkotmányról, a szociális helyzetről, a szociális rendszer átalakításáról, a gazdaságról, a nyugdíjakról, és fogok indítani újakat a jövőben is. Tehát, mert a Fideszt 88-ban 31 néhányan alapítottuk, és a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy az emberek tehetnek nagyjá egy politikai közösséget egész a kormányzó pártá válásig, ezért továbbra is számítok az emberekre, velük együttműködve egy nyílt kormányzás keretében szeretnénk eredményeket elérni.
külügyek, tovább lapozva a beszélgetésünkbe. Európai Unió, az elmúlt időszakban gyakran halljuk azt, hogy Orbán Viktor külön utat jár. Nyilván vannak olyan lehetőségek, amelyben kell és szükséges az európai támogatás, de viszont ez a külön út, én azt gondolom, hogy ez érzékelhető. Vajon hová vezet ez? Hát van-e szó külön útról? Hát hogyne, van róla szó. Csak nem Magyarország külön útjáról van szó, hanem 28 államnak van külön útja. Tehát az Európai Uniót 28 ország alkotja. Mind külön úton jár. Tehát a németek más úton járnak, mint a horvátok. És a lengyelek más úton, mint a portugálok. Azért lengyelek és nem portugálok. Tehát minden nemzetnek megvan a saját múltja, kultúrája, saját törekvései és saját céljai is. Egy csoport különül el most a 28 országon belül, akinek az útja egyre inkább közössé válik. Ez pedig azon országoknak a csoportja, akik közös pénzzel, euróval fizetnek. Mi nem tartozunk ehhez a csoporthoz, és miután Európában a legnagyobb gazdasági válság ma ezekben az országokban van, ezért belátható időn belül nem is érdeke Magyarországnak, hogy ez a csoporthoz tartozzon. Ebből a csoportból jön a válság. Ez a válság sugárzik aztán Lengyelország, Csehország és Magyarország irányába. No, tehát minden országnak külön útja van. A Brüsszel nem más, mint egy együttműködési fórum. Hát nem Moszkva, ahonnan utasításokat adnak, hanem egy hely, ahol összejövünk, és a 28 különböző utat járó, de hasonló módon gondolkodó ország megbeszéli, hogy mi az, amit külön akar tenni, és mi az, amit közösen. Így kell elképzelni az Uniót. Magyarországon sokan vannak, akik még nem tudtak kiszabadulni a kommunizmus meg a Szovjetunió örökségéből, és azt gondolják, hogy van valahol egy erőközpont, ezt régen Moszkvának hívták, most meg Brüsszelnek, aztán ott megmondják, mit kell csinálni. Néha ott gondolnak is ilyeneket egyébként, tehát néha a bürokraták is azt gondolják, hogy ők megmondhatják egy nemzetállamnak, hogy mit tegyen. De ott föl kell emelni az ujjunkat, és azt kell mondani, hogy mindenki maradjon a kaptafánál. Hazánk az érvem, ön is említette a válságot, és korábban már említettük a párbeszédet. Ön hogy tapasztalja, hogy élünk? Van-e elszegényesedés? Tudunk erről beszélni, amikor bedőlt hitelekről beszélünk, amikor Ócsa szóba került, nyilván, hogy az ad egy lehetőséget a bedőlt hiteleseknek. Szegényedik-e a társadalom? Ezt hogyan éljük a mindennapokban? Hát két, nehezen természetesen. Tehát az élet Magyarországon nehéz. Hogy fogalmazzam ennek? Szóval két nagy bajtól szenvedtek a magyarok 2010-ben, amikor én megkaptam tőlük a kétharmados bizalmat. Az első bajt úgy hívták, hogy eladósodás. Beszélhetnénk arról is, hogy ki tehet az eladósodásról. Mennyiben maguk az emberek, vagy az önkormányzatok, vagy éppen az állam, vagy mennyire csalták őket lépre, és édesgették oda kockázatmentesnek tűnő hitelekkel magukhoz a bankok, aztán kiderült a végén, hogy a gatyájuk is rámegy, ugye? Tehát ezekről mind beszélhetnénk, de ez most már nem segít rajtunk. Most már a dolog az úgy fest, hogy 2010-ben én azt láttam, hogy mindenki el van adósodva. Az állam is el volt adósodva, ugye 81%-néhány volt az éves teljes gazdasági teljesítményhez képest, tehát majdnem elérte az egész éves teljesítményünket az adósság mértéke. Most már 77% alatt vagyunk, tehát itt az ország sokat ment előre. Nyakig el voltak, vagy fejük búbjáig el voltak adósodva az önkormányzatok. Az önkormányzatok közül a megyei önkormányzatokat már sikerült kimenteni. Megoldottuk az adósság visszafizetését, az rendben van. Most az elmúlt évben a kórházak adósságát rendeztük, és az idén az iskolákét is rendezzük. Tehát a folyamatosan eladósodó nagy intézményrendszereket, mint ami az oktatás meg az egészségügy, az önkormányzatoktól behúztuk a központi költségvetésbe, és az államnak kell garantálnia, hogy a pénz mindig rendelkezésre áll, és azért is az állam visel felelősséget, hogy azt a pénzt jól használják föl, vagyis az iskolákban jó oktatás menjen, az egészségügyben pedig jó színvonalú munka folyjon. Akkor itt vannak a vállalkozások, akik szintén el voltak adósodva. Itt sokat próbáltunk tenni, vállalati nyereségadót csökkentettünk, de a legtöbb magyar vállalkozásnak nincs nyeresége, tehát ez nem segít rajta. Tehát a devizában eladósodott magyar vállalkozások gondja az még mindig nyomasztja az országot, és a következő évben itt még nagyon sok munkánk van. És aztán itt vannak a családok, akik szintén eladósodtak. Ugye van egy teljesen leválasztható, hogy az uzsora kamatoknak és uzsora hiteleknek az ügye. Itt nagyon erős rendőri föllépést indítottunk, és egyre több ilyen uzsorával visszaélő, a szegényeket kizsigerelő bűnözőt teszünk rács mögé. A másik a devizahitelesek problémája, ami abból fakad, ugye, hogy olcsón, kedvező árfolyammal vették föl a hiteleket, az árfolyamok közben meg az európai gazdaság elromlott, ennek következtében most nem tudják fizetni a hiteleiket, és fenyegetett, hogy a fejük fölül elviszik a lakásukat. Itt több százezer embert sikerült a végtörlesztéssel kimenteni, a bankok emlékszik rá, prüszköltek, rukkapáltak, a pokolba kívántak bennünket, engem személy szerint is, de megfizettettem a bankokkal.
több százezer magyar ember devizahitelből történő kilépését. A többieknek pedig, akiknek nem volt annyi pénzük, hogy kiváltsák magukat, azoknak pedig az árfolyamgát intézményét ajánlottuk föl. Biztatok is mindenkit, hogy használják ezt a dolgot, mert most jól áll az árfolyam, de áll majd még rosszul is. A magyar forint árfolyamát csak nagyon szigorú korlátok, szűk korlátok között tudjuk mi befolyásolni. A világgazdaság nagyobb hatást gyakorol a forint értékére, mint mi magunk a parlamentben. Tehát ezért az árfolyamgáttal szerintem érdemes élni. És akkor itt a következő csoport, ők azok, akik meg a közüzemi számláikat nem tudják fizetni. Tehát az 2010-ben én harcot hirdettem az ellen, a helyzet ellen, hogy a magyar emberek a jövedelmük nagy részét azt a rezsiköltségük kifizetésére fordítsák. Az mégsem normális dolog, hogy többet fizetünk a gázért, mint nálunk jóval gazdagabb országok. Ezért elkezdtük szép lassan a rezsiköltségeknek a befagyasztását. Nem is emeltettek a rezsiköltségek a szegény emberek esetében egyetlen fillérrel sem. És ezt a politikát folytatni fogjuk a jövőben is, és eljutunk oda, hogy csökkenteni fogjuk a rezsiköltségeket. Nem csak befagyasztjuk, nem engedjük, hogy nőjön, hanem elkezdjük majd csökkenteni. Ez a 2013-as év egyik szép, de nagyon nehéz feladata. Tudja, mit ez olyan egyszerűen hangzik így elsorolva? Hát nézd, tulajdonképpen így is van. Tehát nem olyan bonyolult, ez csak nehéz. Tehát a dolog az úgy fesül, amikor csökkenteni akarja a rezsit, akkor szembe jön fél Európa, mert a franciáknak vannak itt cégeik, meg a németeknek vannak cégeik, meg az osztrákoknak, meg az olaszoknak, és amikor azt mondjuk, hogy de uraim, már pedig a magyar emberek szegények, rajtuk most nem lehet keresni, amikor vizet, gáz vagy energiát szolgáltatok, akkor azt mondják, hogy hát micsoda dolog ez. És ezt a csatát meg kell vívni. Nem bonyolult, csak nehéz. Említette az állami felelősséget és az önkormányzatokat. Szentesváros polgármestere is arról számolt be az elmúlt időszakban, nyilván a csökkenő forrásokról, az egyre nehezedő működésről, működtetésről, ami az önkormányzati feladatokat illeti. A jövőbeni források hogyan és miből lesznek megteremtve? Hát ugye az önkormányzatoknak vannak saját forrásaik. Tehát az önkormányzatoknak be kell gyűjteni a saját forrásaikat, és amit az embereknek nyújtani akarnak. Nyilván ezek a helyi adók, tehát ugyanúgy az állampolgárokat érint. Persze, iparüzési adó, akkor van, ahol vannak mindenféle a telekadók, ez változó az ország különböző pontjain. Hát amit az embereknek nyújtani akar az önkormányzat, annak a forrásait meg kell teremtenie. Én abban tudtam nekik segíteni, hogy bizonyos dolgokat nem nekik kell ezentúl nyújtaniuk. Például egészségügyi ellátást, vagy oktatást. És annak a terhét, pénzügyi terhét levettem a vállukról. És így el tudjuk érni azt, hogy Magyarországon, független attól, hogy hova születik valaki, biztosan számíthat arra, hogy egy bizonyos színvonalnál rosszabb oktatásban nem részesülhet. Tehát az életesélyeit nem az dönti el, hogy hova született, hanem az, hogy mennyire akar tud tanulni, illetve dolgozni. Ez fontos erkölcsi kérdés. Tehát az önkormányzatok esetében azt tudom mondani, hogy talpon fognak maradni, könnyebb lesz az életük, egyszerűbb és átláthatóbb lesz az életünk. Ha már iskolák, nyilván a jövő generációjának a legfontosabb a környezete és a körülményei, félnek talán akár az oktatást, amit a helyi általános iskolákat, hogy a helyi autonómia sérülhet. Mi is többször beszélgettünk erről Szentesen. Ön hogy érzi, hogyha a lokálpatriotizmusról beszélünk, akkor mennyire fontos, hogy a helyi autonómia ne sérüljön, vagy ezekkel az intézkedésekkel sérülhet? Hát ha az iskoláról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy az, hogy az iskolában mit tanítanak, azt a mindenkori kulturális és oktatási kormányzatnak kell megmondani. Azt, hogy mennyi fizetést és hogyan kapnak a tanárok, azt szintén az államnak kell megmondani, és neki is kell kifizetni. Az, hogy a tanárok jól végezzék a munkájukat, az ahhoz szükséges ellenőrzést, amit minőségbiztosításnak vagy tanfelügyeletnek szokás nevezni, azt szintén az államnak garantálnia kell. Tehát én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amelyek nem helyi ügynek, nem minősülnek helyi ügynek. De az már, hogy egyébként az iskolába a helyben segíteni akaró emberek tudnak-e valami felszerelést venni, tudnak-e társadalmi munkát végezni, hozzá tudnak-e toldani még egy tantermet, van-e erre helyi energia, meg elszántság. Ez már nem a kormányzat dolga, nem is nekünk kell ezzel foglalkozni, ezért írtuk elő, hogy minden iskola mellé kell alapítani egy iskola alapítványt, ami benne van egyébként a polgármester is, meg a helyi vállalkozók vezetősége is, annak érdekében, hogy az egyébként a falujukkal, városukkal törődni akaró emberek az iskolát meg tudják még segíteni. Itt teljes autonómia van, mert hát azt ők tudják, hogy ott éppen mire van szükség. De hogy mit kell tudni a gyereknek történelemből, matematikából, irodalomból vagy kémiából mire végez, az nem a helyi autonómia kérdése, hanem a mindenkori oktatáspolitika kérdése. Ha már fiatalok, öregedő társadalom, illetve a fiatalok helyzete,
néhány héttel korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar egy kalandozó, és nem az a baj, ha kipróbáljuk magunkat külföldön, hanem az a baj, hogyha ott is maradunk, illetve nem jövünk haza. Öregedő társadalom, szociális kérdések, egészségügy, tehát nyilván korlátozottak a mi lehetőségeink, ha az eszközöket nézzük, ha a megfelelő talán minőséget nézzük, és nyilván nem akarok megbántani egy egészségügyi intézményt sem. Ön hogy látja ennek a kérdését? Öregedő társadalom, tehát gondolom ez tény, hogyan lehet ezt megállítani, meg kell állítani? Hát először is ugye a Bibliában írva van, hogy tiszteld atyádat, apádat és anyádat, hogy hosszú életed legyen a Földön. Ez a legfontosabb tanács. Ez arról szól, hogy a mi gyerekeink úgy fognak velünk bánni, ahogyan azt látják, hogy mi bántunk a saját szüleinkkel. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy az időseket meg kell becsülni. Tisztelni is kell őket, meg is kell becsülni. Ezért nem járulok hozzá se az IMF, se az Európai Unió, se senkinek a követeléséhez, aki egyébként csökkenteni akarja a nyugdíjakat. Mert ezekből a nyugdíjakból alig lehet már most is megélni. Ha ezt még csökkentenénk, külső nyomásra rosszat tennénk a saját apáinkkal, meg anyáinkkal. Tehát itt ellen kell állni. Ennek meg fogjuk majd találni a módját. A második dolog, hogy persze akkor jön szóba a szülők tisztelete, ha van gyerek, aki tisztelje őket, és az emberek szülőkké válnak. Tehát az fontos szerintem, hogy gyerekek meg szülessenek. De akkor már nem tud és nem is akarhat beleavatkozni senkinek az életébe. Az asszonyoknak kell eldönteni, meg a párjuknak, hogy egyébként akarnak, és ha igen, hány gyermeket. Én egy dolgot tudok csak tenni, én állandóan arra szorítom rá a magyar államot, hogy segítse azokat, akik egyébként gyermeket vállalnak. Szokták azt mondani, hogy a gyermek az ugyan magánügy, de közjószág. Tehát a gyerek az nem csak a szülőnek fontos, az egész országnak fontos. Tehát ezért azokat, akik hajlandóak munka mellett még gyermeket vállalni, azokat külön támogatni és segíteni kell. És a mi kormánypolitikánkban ez tetten is érhető, azok, akik ma dolgoznak és gyermeket nevelnek, jobb állapotban vannak, mint a kormányváltás előtt voltak, többet is keresnek, és biztosabb is a jövőjük. Ez egy nem átmeneti állapot, hanem tartós eleme a magyar kormánypolitikának. Már ameddig ez az én felelősségi körömbe tartozik. Ha keresetről van szó, egyébként említettük az oktatást, január 1-től életbe lép a pedagógus életpálya modell, rengeteg olyan irányvonalat tartalmaz, amely nyilván majd segítheti a pedagógusokat, illetve említettük az egészségügyet, szentesen is megvalósult, hogy az egészségügyi dolgozók bére emelkedett az elmúlt hónapban. Ez folytatódni fog-e, mint ahogyan említette? Hát először is szerintem a nagyra becsülésünket kell kifejezni a magyar dolgozó embereknek, akik egyébként a kórházakban dolgozó ápolónők és orvosok béremelését előteremtették. Azt ugyan a kormány küldte, de nem a kormány adta. Mert hiába akarok én adni, hogyha egyébként a magyar gazdaságban nem jön létre az a pénz, az az érték, az a vagyon, amit utána oda lehet adni azoknak, akik egészségügyben vagy az oktatásban dolgoznak. És Magyarországon az emberek nagyon sokat dolgoztak az elmúlt két évben, és az ő munkáiknak volt köszönhető, hogy volt annyi pénz a kasszába, hogy egyébként az egészségdolgozóknak tudtunk bért emelni, amire talán 5 vagy 8 éve nem volt már példa, úgyhogy éppen rájuk is fért. Na de vannak még sokan Magyarországon, akikre egyébként ráférne a magasabb bér, például a pedagógusokra is. De azt is látni kell, hogy nem szabad azt a hibát még egyszer elkövetni, hogy külföldről fölvett hitelekből emelünk bért. Annak mindenkiről egy-két napig, aznap este jól is van. Vastag a kenyér, van bor az asztalon. De kiderül egy év múlva, hogy belerukkan az ország, és még azt is elveszítik az emberek, amik korábban már megvolt nekik. Például csökkenteni kell a fizetésüket. Ez történt 2008-2009-ben. Tehát sosem szabad arra az ösvényre lépni, hogy külső hiteleket, forrásokat, fizetésemelésre használunk. Fizetésemelés, szociális kiadásokat csak kizárólag a saját munkánkból megtermelt eredmény árán vagy alapján szabad kifizetnünk. Ez számomra egy vas törvény. És nézze, én 88-ban alakult a Fidesz. Én láttam, hogy kétszer hogy tették tönkre ezt az országot. Tehát 88 és 90 között és 2006 és 2010 között. Mind a kétszer ugyanazt a hibát követték el. Azért, hogy az emberek szimpátiáját meg a szavazatát megszerezzék, nagy külföldi hiteleket vettek föl, utána szétosztották béremelésként, meg szociális juttatásként, és 2-3 év múlva kiderült, hogy az óriási hitelek agyonnyomják az országot. És csődbe jutott, kis hiány csődbe jutottunk. 1990-ben tényleg csődbe jutottunk, most meg 2010-ben az utolsó pillanatban rántottam vissza a vágtató lovakat a szakadék széléről. Egy országgal ezt nem lehet megtenni. Ezért együtt érzünk azokkal, akik nehéz helyzetben vannak, támogatjuk azokat, akik dolgoznak, elismerjük a munkájukat, de mindennek van egy korlátja, amit senki sem léphet át, se a miniszterelnök, se a kormányzat. Tanulni a hibáinkból nyilván az életben előrelépés, kormányzásának
fél idejében vagyunk, második kormányzásának fél idejében. Az első időszakban felismerték a hibákat, tanultak-e belőle, és ez ön hogy látja, érződik-e? Hát szerencsére a demokráciának van egy ilyen okos szerep megosztása, hogy az ember hibáiról van, aki beszéljen. Például az én esetemben az ellenzék, majd ők beszélnek róla. Én arról tudok beszélni, amiről azt gondolom, hogy jó volt és érdemes folytatni. Sok ilyen dolog volt. Tehát a családpolitikát folytatni kell. Szerintem a családi adórendszert folytatni kell. Az, hogy a munkát elismerjük, folytatni kell. Az, hogy segély helyett azt akarjuk, hogy az emberek munkából éljenek meg. 200 ezer olyan emberünk van, aki két éve még segélyt kapott, most meg már a Start Munkra programban vesz részt. Ezek mind fontos dolgok. Hát én azt gondolom, hogy jó irányba indultunk el, hibátlan munka nincsen. Tehát én olyan asztalossal, könyvessel, vagy fodrásszal nem találkoztam, aki azt merné állítani, hogy mindig 100%-on teljesített volna. Ez a kormányzással is így van, ezt én készséggel belátom, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Magyarország egy világos irány felé haladjon, irány szerint haladjon, az emberek ezt értsék, akarják, és segítsenek megvalósítani. Szerintem az ország ma egy ilyen állapotban van. Erre vezethető vissza, hogy még Európában mindenhol nyugdíjat csökkentenek, béreket csökkentenek, elbocsátások vannak. Mi megvédjük a béreket, megvédjük a nyugdíjakat, és a munkahelyek száma is nő, nem pedig csökken Magyarországon. Hát igen, ahogyan ön is említette, ezeket csökkenni biztosan tragédiához vezetne. Egy újabb nagy kérdéskör, hiszen vidéken vagyunk, sokaknak a létfenntartást jelenti a mezőgazdaság. Mezőgazdaság színvonali követelések nyilván, hogyha gondolunk akár kivitelre, akár megfelelésnek, ön hogy látja a ma mezőgazdaságból élők helyzetét? Hát, fiatal lennék, ma csak mezőgazdasággal akarnék foglalkozni, hogyha röviden összefoglalhatom a véleményemet. Szerintem a mezőgazdaság az egész világon, és Magyarországon különösen nagyon nagy jövő előtt áll. Akárki akármit mond Magyarországnak, az igazi tudása, az ősi tudása az a gazdálkodáshoz kötődik, az adottságaink kiválóak, a mezőgazdaság járak az egész világon fölfele mennek, amik persze a vásárlóknak problémát okoznak, de a termelőknek kedvezőbb árat, eladási árat jelentenek. Nekünk arra kell törekednünk, hogy a magyar mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket azt Magyarország használja ki. Külföldiek nem vehetnek földet, spekulánsok nem vehetnek földet, bankárok ne vegyenek földet, a jelzálog hitel révén se vigyék el a földet a parasztoktól vagy a földművesektől. Hozzunk új földtörvényt, az év végéig ez megszületik, ami világossá teszi, hogy az tudjon földhöz jutni, aki egyébként a föld műveléséből akar megélni. Aztán hozzunk létre olyan rendszereket, amelyek segítségével pénzügyi, meg egyéb integrációs rendszereket, amelynek a segítségével segíteni tudjuk a gazdákat, hogy olcsóbban tudjanak hozzájutni a műtrágyához, a vetőmaghoz, vagy éppen a szükséges pénzügyi forrásokhoz, és fejlesszük a mezőgazdaságot, amilyen mértékig csak lehet. Én jövő héten Ceglédre megyek, ahol fiatal gazdákkal fogok találkozni. A fiatal gazdák a legnagyobb szövetségeseink a Magyarország jövőjéért folytatott munkában. Fél időben vagyunk, ahogyan említettem, de nem sokára választások 2014-ben. Ön hogyan gondol erre az időszakra? Akkor talán, amikor, és most nem is politikáról beszélgettünk az eddigiekben, de hogyha politikáról beszélgetünk, tényleg morális határokat lépünk át, politikusok egymást szégyenítik meg, tehát nyilván a kommunikációban megmutatkozik, hogy ki lehet az erősebb, vagy egy ilyen fölény, egy játék van jelen. Ön hogy látja, hol a határ? Hát ez nevelési probléma, tehát minden szakmában az a jó, ha sok a rendes ember. És a rendes ember bizonyos határokat nem lép át, ennyi az egész. De ezt az iskolában kell megtanulni, meg otthon kell megtanulni. Most már a politikában nevelési problémákat nem tudunk orvosolni, úgyhogy csak azt tudom mondani mindig a politikusoknak, hogy viselkedjenek rendesen. Hát mégiscsak nézik őket, tehát legyenek tekintettel. Ugyanakkor az is világos, hogy a politika az mégiscsak a viták világa. És ugye mi azért nem vagyunk egy ilyen aludtej népség, tehát bennünk azért van élet, meg energia, és ha elkezdünk vitatkozni, akkor ott, hogy mondjam, ott feszül az erő. Tehát ezért a magyar vitáknak a természetrajza az mindig heves. Csak fontos, hogy bizonyos határokat ne lépjünk át. Na most ezen nem is kell változtatni. Tehát Magyarországon eddig is heves viták voltak, ezután is heves viták lesznek. Magyarországon minden nagy dolog folyamatos viták keresztüzében született meg. Ha én például elővenné a Lánchíd, ami az egyik kedvenc történetem és olvasványom, a Lánchíd történetéről szóló írásokat, ami egyértelműen a mi szemünkben, mai élő magyarok szemében a legnagyobb teljesítmények közé tartozik, amit valaha emberek létrehoztak ebben az országban, összekötötték az ország két részét egy kőhiddal. Most az a vita, ami ott zajlott, hát az messze meghaladja a mai parlamenti vitáknak a hevességét. Vagy a két az iskolában nagy tisztelettel tanult, vagy nekünk tanított ember, Kossuth és Széchenyi. A Széchenyi az azt mondta, hogy ha fölakasztanak, csak egyetlen kérésem van, Kossuthnak háttal akasztanak.
bukkasszanak föl. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a nagy dolgok még egy szabadságharc is Magyarországon csak vitákban tud meg. Ilyen nép vagyunk. Tehát ez ellen ágálni, meg rukkapálni nem érdemes. Arra érdemes figyelni, hogy miközben vitatkozunk egymással, ne feledkezzünk el arról, hogy egy ország, egy nép, egy haza, és végső soron a viták azt a célt szolgálják, hogy az ország előbbre jusson. Ha ezt nem felejtjük el, akkor még a tüzes viták is beleférnek. Ön tart ezektől a vitáktól? Én szeretem, de valami férfias, én szeretem őket. Tehát ha átlépett, tehát a személyeskedés nem szeretem. Tehát megmondom őszintén, most, ami nem tartozik egy vitába, az nem tartozik egy vitába. De ellenben az érvek összemérését, amikor az ellenfél összedi az érveit, és elmondja, hogy szerintem miért így kéne csinálni, és ön meg van győződve arról, hogy de vannak erősebb érvek, amik szerint meg amúgy kéne csinálni. Ez egy nagyon komoly szellemi teljesítmény és munka. Ez engem vonz. Ha nem vonzol, nem mentem volna az erdőbe. Tehát aki fél, nem menjen az erdőbe. Ha meg bement, és mégis fel, akkor fütyűrészen. Tehát én a magam részéről nem fütyűrészek, hanem átvágok rajta. Tehát mindenkinek van valamihez valamilyen tehetsége, vagy indítatása. Engem az emberek rendszeresen meg szoktak bízni, ez már fiatal korom óta így van, az, hogy bizonyos ügyeket vigyek végig. Valószínűleg azért, mert a Jóisten ehhez adott nekem képességet, és ezt nem kell szégyelni, hanem ezt inkább vállalni kell, és mint talentummal jól kell gazdálkodni. Én a hazám javára igyekszem jól gazdálkodni ezzel a talentummal. És végezetül egy személyességet engedjen meg nekem. Én évekkel ezelőtt Fidelitas elnökként engem az foglalkoztatott egy fő kérdésként, hogy vajon mi lehet Orbán Viktor álma, mi lehet a célja, hiszen annyi mindent hallunk, kiáll, harcol, olykor az emberek mellé áll, sokszor azt hiszük nem, de aztán mégis, amikor Európa is felfigyel, mi az ön személyes álma, miniszterelnök úr? Nézze, minden országnak vannak titkai. Tehát vannak a létezésnek ilyen rejtett rétegei. Szerintem nekünk is van. És lehet, hogy nem tudjuk mindannyian jól elmondani ezt a dolgot. De egy dolog ott munkál bennünk. Ezt már más országok esetében is láttam, persze mindenkinél kicsit másképpen. Szerintem Magyarországon az emberek többsége azt gondolja, hogy mi tehetségesebbek vagyunk annál, mint ahogyan élünk. Hogy mi szorgalmasabbak vagyunk annál, mint ahogyan élünk. Hogy mi többre vagyunk képesek annál, mint ahogy az ország kinéz. Tehát mi úgy érezzük, hogy ha egyszer sikerülne elhárítani az akadályokat, és meg tudnánk igazán mutatni azt, ami bennünk van, akkor mi élnénk legjobban Európában, vagy legalábbis, hogy olyan jól élnénk, mint a leggazdagabbak. Szerintem ez ott munká bennünk. És ez nem egyszerűen csak gazdasági kérdés, hanem ez egy méltóság vagy önbecsülés kérdése is. Tehát mi azért különbek vagyunk annál, mint amilyennek látszódunk, és én szeretnék majd úgy elköltözni a más világra, és szeretnék egy olyan országot hagyni a gyerekeimnek, amelyet megsüvegelnek a világban, és azt mondják, hogy tényleg ezek a magyarok milyen tehetségesek, szorgalmasak, és milyen sokra jutottak. Ezt szeretném elérni. Lehet olyan ambíciója, ami talán az ország határokon is túlmutat? Hát ha egyszer világbajnokságot nyerne a magyar futballcsapat, azt megsüvegelném. Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Köszönöm szépen.